videófelvételt kell a gyönyörű szép Denon DRA 585 rádiótektes erősítőről. Gyönyörű szép kijelzője van, szép éles, front oldalról teljesen rendben van a készülék, én úgy látom, de azért lássad te is. Ráélesztettem, rákontrakszoltam. A készülék a textnek köszönhetően kiírja az előadó nevét, szám, címét, stb. Teteje. Ez is elfogadható állapotban van, nincs lelekva, lehorzsolva az oldalai, két oldalát, picit maszatos poros, de nincs lekarcolva, ez is szép. Tényleg egy összességében szép készülék. Sorolom a rendkívül tulajdonságait. A hangján lehet hallani, picit várok, hogy vége legyen a zenének, vagy megpróbálok más csatornát keresni. Azt mondja, hogy a tuning. Talán itt. Illusztrálom. Most teljesen levettem róla a fiziológiai hangszínszabályzást. Ez más készülékeken egy kapcsolóval van ellátva. Ennél a készüléknél ez, most nem nyúlok hozzá semmihez, csak fölteszem a loudness-t, potméterrel állítható. Plusz 30 decibel emelést ad a erősítőnél. Szóval tényleg egy érezhető hangzást ad neki. Már van rajta EON TA, Rádiótext, RDS, automata vagy kézi hangolás, akkor preset tuning, PTI, itt meg természetesen van a CD mód, a Pono, a Tuner, a Video, a tép 2 és a tép 1. És vissza CD, vissza tuner, visszakapcsolok egy másik csatornára. Ha nincs hang, ha nem jön hang, akkor a tép be van kapcsolva, azt ki kell kapcsolni, még egyszer meg kellett nyomnom, különben nem lesz hang. Ez olyan, mint a tép monitorálás, csak nincs odaírva. A következő rendkívül jó tulajdonsága még az erősítőnek, hogy A B kapcsolóval ellátták. Csavaros kábel rögzítésű már a hangfal kábel csatlakoztatás. A A és B kapcsoló, ez tulajdonképpen akkor jó, ha négy hangfallal üzemeltetjük, és teszem föl, konyhába is rakunk, meg a szobába is rakunk két-két hangfalat, és akár egyszerre, vagy akár amelyik helyen éppen hallgatni akarjuk, oda kapcsoljuk. Rendkívül szép alaphangú arukrábasszust. És akkor még a hatalmasat szól, negyed hangerőm volt az erősítő. Csoda szép hangja van. Ha csak két hangfallal használjuk, akkor csak az alt nyomjuk be, illetve amelyik hangfal kimenetre kötöttük. Hát más tulajdonképpen nem kell róla tudni, hibátlan működés jellemzi. A csatornák természetesen menthetők, itt ki lehet választani a shift-tel, hogy azt hittem ez olyan. Ez nem olyan. Memory.
Ja, presettel lehet kiválasztani, bocsánat. Mondjuk a 2-esre rakom a Petőfit, még egyszer memória, és akkor elrakta. Most a 90,6-ra is mentek egy csatornát. A rádió 1-et, megnyomom a memórit, és az O1-re akarom menteni, akkor megnyomom még egyszer, és már mentette is. Most a preset tuninggal láthatjuk, hogy a Petőfi a 2-esen, a rádió 1 az 1-esen van. Szóval nagyon könnyű a programozása is. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és kérlek, tekintsd meg róla készült nagy felbontású képeimet is. További szép napot kívánok!